Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenki, tisztelt polgárok, kedves barátaim, kollégáim, ismét egy csodálatos napom van. Pintér Péter barátom itt van, aki egy igaz szívű ember, és magányosan, úgymond idézőjelben nagy harcot vívott a szélső jobb oldal, illetve a gonoszság, a rasszizmus ellen, a cigányozás ellen. Most már megállapodtunk, hogy szent szövetséget kötöttünk, hogy együtt, közösen, törvényes eszközökkel megvédjük a népünket, a magyar nemzetet, a nemzeti kisebbségeket, de természetesen jogi eszközökkel, és én nagyon boldog vagyok ma a Péter miatt, mert ilyen igaz szívű emberekre szükség van, és csatlakozzatok ti is hozzánk 0-35-27-31-60 as telefonszámon, és akkor egy mondat átadom a drága Péter barátomnak. Szervusztok, üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy Vincével leültünk, és az elnök úr eljött, és meghallgatta ezt, amit igazából a két Svájcban élő szörnyről van szó, amiben segít, hogy előrelépés történjen, már pedig abban, hogy felelősségre vonják őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve a Vince elnök úr és az ügyvéd ura kezükbe veszik, hogy holnap egy feljelentéssel az ORFK-n megszűnjön, és az, hogy egyáltalán mint ne lehessen kiabálni sem a TikTokon, sem máshol ilyen rasszista és ilyen kirekesztő viselkedéssel ne lehessen élni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Így van, köszönöm Péternek a szavait. Ugye beszéltünk arról, hogy hazahozatjuk őket, ugye törvényes úton. Igen ám, csak mi ezt úgy fogjuk akarni, hogy bilincsel együtt, és sokáig rács mögött legyenek, mert ez a gonoszság, ez az uszítás, ez valóban, ez bűncselekmény. Ők nem tudják, de majd meg fogják tudni. Isten áldjon meg mindenkit, szeretettel üdvözlünk mindenkit innen, erről a csodálatos helyről. Legyetek áldottak!